Gyerekek, jó hírem van, nagyon jó hírem van. Itt vannak a legények a net.hu-ról, és húzzák be az üvegszálas internetet. Tórja arra, gyerekek, üvegszálas internet. Lesz végre rendes, jó kemény netünk. 500 meg a download, 250 upload, havi 55 lejt. Az nem rossz díl, mi? Mennyi az? 10 dollár. Mennyi az? 3000, 4000, 5000 forint. Na mindegy, a lényeg az, hogy olcsó internet, gyors internet. És végre nyomhassuk rendesen a live-ozást, a videó feltöltést. Az is lehet, hogy átváltunk 4K-ra 1080 helyett. Ha? Persze az eső esik, hogy idegesítsen egy kicsit azért. Na de ilyen az esős szezon Florida, a Tórján. Nem kéne, ez már meglepetés legyen nekem. Mindegy, jó van, az ugye a lényeg, hogy legyen internet, aztán eshet az eső egész nap. Még a villanypásztót valahogy a héten felszereljük. És azzal kezdődhet a menet, indulhat a tanyázás. Oh yeah. Na gyerekek, megszületett ez is. Üvegszál, oh yeah, fiber optic, Tórján, fókhalkot ne nézzétek, de ezt nézzétek. 145 meg a download, 250 majdnem az upload, úristen, és mindezt szaros 55 lejét, 4000 forint, kb. 12 dollár. Hm? Nem is szóltok. Egy ilyen routert adtak. AC1002 wifi router. Gyorsan kell indítsak egy élőadást. Ha most se lesz jó az élőadás, akkor szökök bele a kútba, húzom le magamot. Micsoda naplementés fények, gyerekek. Tóriáról jövet hazafelé, megálltam egy kicsit. Wow. Ez igen. Meg van véve a cucca villanypásztorhoz. Minden, amire szükségünk van. Itt van ugye a fő alkatrész, az impulzus generátor, Nexon Beast Chuck, ezt ajánlotta szakértő barátunk. 1000 méteres drótból kettő darab, tehát 2 kilométernyi drótunk van. Itt az adapter ugye 220-ról 12 voltra lecsökkentsem, ezzel a hálózatra lesz elkötve. Amúgy mehetne ugye aksiról is, és lehetne napelemmel tölteni az aksit, így a legegyszerűbb. Mi van itt még? Egy tester, ez 60 live volt, ez 500 körül, amúgy 600 vagy 650, de akcióson vettem 450 vagy 500 valami ilyesmit. Itt vannak a szigetelők, ami az oszlopba csavarodik bele. Amúgy a tartozékokat minden itt vettük. Árkoson, az Agroelectricnél. Agroelectro, nagyon jó szakik, jó árba, ugye nagybani árakkal dolgoznak, és adnak instrukciókat, meg elmagyaráznak mindent, hogy ott vettük mindent, kivéve a dobozt, mert azt az emagon vettem. A kapuhoz cuccok, meg a szigetelők, meg egy, még van egy rakás, egy háromzat, csak mindent nem vettem ki ide az asztalra. Meg figyelmeztető táblák kerítésre, meg két csavaros összekötők, ahol meg kell tódani a kábelt, amúgy 100 méterenként így is úgy is kell ilyen tenni, azt mondták. Na, menjünk ki akkor Tórjára, és kezdjünk neki felszerelni. Jön Boti, aki anyának egy régi barátja, osztálytársa, ő fog segíteni. Hát ő a szaki barátunk, a villanypásztor szaki, ő már sok rendszert szeret, bálványosan. Na itt a kártelés folyik, főleg a
villanypalackos szerelés. A legények szerelik. Magyarázd el, hogy mit csinálunk. Most teszik fel a léceket a sasokra, és fogadják fel azokat a kis nájló bigyuszokot, amit megmutatom, hogy mit csinál Boti. Szereli fel ezeket a kicsi bigyuszokot, hogy árad megy a rimendőt. Lyukakot fúr Robert, Boti teszi bele a szigetelőt, igen. Laci bátyom csavarja a drótot rá. És Laci pedig... A legkemény, legnehezebb munka. Ne törődj! Laci húzza rá a drótot. Igen, mert már... úgy nézik, mintha medve megtámadtam. Nem már érted, de végig jó, úgy, ahogy te jössz. Megtorcolja a dolgot. Gyerekek, ezt nézzétek! Pattog a jég. Jeges eső. Május 28-án, vagy 9-én, csütörtök. Nem aranyeső esik itt Tórián, hanem jeges eső. Na jó, nézzünk ki, azt hiszem mára ennyi volt a munka. Na mindegy, meg lett, vagy mennyi, vagy 30-40 oszlop, aztán folytatjuk hónap. Itt bajok vannak, nagyon folyik be a víz a tornácra. Csúnyán. Túlsó felén egy kicsit. Mi a helyzet, gyerekek? Újra Tórián. Ezt nézzétek meg. Milyen gyönyörű munkát végeztünk. Léceket kötözzük fel dróttal ügyesen. És beletekárjuk a szigetelőket. Egyszerű és nagyszerű megoldás serép léccel. Kettős dróttól, cinkezett dróttól. Itt van a nagy csapat, négyen nyomassuk. Boti Laci bátyám, Szilárcs. Jó magam, közben meg kell állni, mert esik, havaz, jeges eső, süt a nap. Úgyhogy dolgozunk egy óracskát, utána megállunk. De ilyen az esős szezon itt Florida. Nem, Tórián. Szomszédnak lám, milyen rivizli termése lesz. Jövögetnek. Na jó. Mindjárt kint vagyunk a domb tetején. Jót haladunk ma. A gyerekek, búcsúzunk egy kis madarcsicsergéssel. Kb. Felét megcsináltuk. Odaig értünk el. Az 500 méter kerítésnek felére felszereltük a léceket és a szigetelőket. Hónap folytassuk, hónap is ilyen bolondos idő lesz, tegnap is ilyen volt, hogy esett át meg. Ó, esővíz, milyen sötét ez az esővíz. Nem szabad, milyen sötét legyen. Na mindegy, de van 1000 literünk belőle. Na már ennyi volt. Annak ellenére jót haladtunk, hogy ilyen sokat esett, félbe kellett hagyjuk ötször a munkaállatokat. Na szarában ázva minden, de nem számít. Olyan lacék ma még kijártak, egyszer még kipumpálták a kutat. Ma jó a hozam, tegnap este pumpáltuk ki, mikor 6 óra felé. És ma délután, mikor is 2 körül jöttek ki, vagy 3. Már amikor délután, már vissza volt telve az a... Hát nincs 1 méteres vízszint, de van vagy 60 centi, vagy 70. Javul sokat a hozama a kutnak, de sajnos az a büdös kénes kotlott tojás finkszag, az nem megy el még a víznek, és Laci azt mondja, hogy valószínűleg nem is fog elmenni. Úgyhogy lehet, hogy mélyebbre kell furassuk a kutat, le kell menjünk még vagy pár métert. Na, de egyelőre jó van az ügy, aztán beszélt anyuma, a helyi tanácsal, és azt mondták, hogy egy hónapon belül kb. Beszerelik a rácsatlakoztatnak a falusi vízhálózatra. Úgyhogy mindegy, legyen esővíz, legyen kútvíz, legyen falusi víz, minden legyen. Jó van, menjünk haza. Haza hamarosan itt lesz, gyerekek.
aztán a drót által a fogyni, hallod? Mivel ki nem tudom, van-e a depó. Szép madarcsicsergés. Mi a helyzet, gyereket? Ez kapu. Megfogod, leakasztod, s nem ráz meg. Na, hát felraktunk ma 3 rendet, milyen hosszúságban, vagy 150 métert kb. Idáig elértünk, és még maradt, vagy 350, hogy körbe menjünk, de ma már nem lesz arra idő. Magdi mama festegeti túl felül a betonoszlopokat, már lefestett, vagy 50-60 darabot szép fehérek lesznek. Én pedig megyek ki a hegyre, vágom le a drótoknak a végét, ezeknek itt, ami kilóg. Kis probléma van a géppel, valamiért nem adja az impulzusokat. Tegnap leteszteltük, mikor a gépet felszereltük, működött, és most nem akar működni, valami fődeléssel van baj, vagy valami hónap meg kell próbálni egy más fődelés drótot tenni, hanem akkor hétfőn a Nexont fel kell hívjam, hogy mi a baj, lehet vissza kell küldjem. Ja. Amúgy már fasza idő volt, nem volt eső. Milyen szép kék az ég, és a felhők, de fájnak. Nézzétek meg Magdi mamát, a festőművészt. Milyen szépen pingálja a betonoszlopokat. Egész másképp néznek ki anyafehéren, mint szürkén. Nagyon jó. Már hogy 70 darabot lefestetti. Gyönyörű a zöld. A zöld fűvel a fehér oszlopok, meg fehér fák. Fák egy kicsit kopnak meg, mint olyan esőzéseknek vége, még egy rendet teszünk rá. Madarcsi csergés, milyen jó. Itt a nap lement el, kicsit felhős most. Na hát ennyi volt már a gyerekek. Remélem hónap tudjuk folytatni. Az a felhő, gyerekek. Mama, ez milyen körte? Ez veresbeli körte. Veresbeli? Nagyon édes, igen. De hamar pépes lesz, úgyhogy ez hamar meg kell enni, vagy pálinkának, nagyon finom pálinka. Igen. Csak hát én mindig vagy a medvejtem, vagy valaki fél születeltem. De milyen sok lesz rajta? Rengeteg. Na mi helyzet, gyerekek, itt vagyunk a dombon. Május 31 vasárnap. Holnap június 1-e, nem hiszem el. Az én napom. Gyermeknapom. Na, egy kis felhőszakadás. Magdi mama festi az oszlopokat ügyesen. És én pedig körbe mentem itt a kerítés vonalon, ami még maradt a leüttetni való. Azt leüttettem a Foxival. Damilos feljár. Úgyhogy kész vagyunk villanypásztor drótjának a felszerelésére itt is. A 3 drótot ki fogjuk húzni ide a szigetelőkbe. Jó, nézek ki, gyerekek.
A csódalát nem festettük le, mert minek? Az első oldal meg a... Még a két jobbról balról. Az elég. Tengernyi hagyma. Kicsit hűvös van ma, de nem baj, mert jövő héttől ma, csütörtök péntektől melegedik fel az idő. Szépen ki van tisztítva a kerítésvonal, hogy ne legyen semmi hozzá a dróthoz majd. Egész jó lett a kerítés. Nem olyan tökéletesen egyenes, helyenként van benne görcs, de hát jó van az új. Na. Így nézünk ki.